Maradlak a jéggyárban. Jó lapot, Círmos bácsi! Maga az Mihály! Nem! Az baj! Az miért baj? Azért, mert ha nem maga, akkor nyilván kísértet. Ha pedig magas ezt tagadja, akkor csaló. Én pedig az e filikkel nem csevegek. Ha csak annyi a baj, azon könnyen tudunk segíteni. Mert kimegyek, és ismét jövök. De menjen jó messzire! Messzire megyek magától. Jó napot kívánok, segéd úr! Maga az Mihály! Én! Na ne dicsekedjék, hanem jöjjön le! Nem üldögélek, mert sietek! Az úr! Hol van? Az úr az égben van! Nem az Istent kérdem, hanem a maga gazdáját, Bodrogi Antal! Elment szekeret fogadni! Magánál szekérügyiben nem jár? Nem! Hozzám nem mer jönni! De le is merjen! Mi? Megenni, ha menne? Tehát nem lett sárkány a szent ünnepek alatt. Ha sárkány volnék is, királyfiakat enném, nem ilyen semmi embereket, mint a maga Bodrogia. Mit mondod? Én azt, hogy a Szent Márton napi vásárra én vittem volt el a Bodrogi úr egyet más edényeit. Annak én már hetedik hetede a fuvardiát a mai napig se kaptam meg. Tovább nem várok. Hát mit csinál? Kivágom a Bodrogi úr hasából azt a pénzt. Ne legyen olyan Heródes, hanem nézzen körülebb. Mit lát? A rakásfazakat. Hát azt gyártunk mi, nem pénzt. És fizetni is a fazakak által tudunk. Ott van a például a puliszka fődő fazakak. Azokból 7 darab többet is ér. Vegyen magához 7-et, nekem adjon egy aranyot, és a 7 fazakat vigye. Nekem a fuvardíja kell közönséges pénzben. Akkor várni kell. Holnap elmenjünk a vásárra, utána megkapja, mivel tartozunk. De hogy addig se károsodjék, itt van egy virágcserép, kamatnak. Késedelmi virágcserép, fogja. Hajve, mit lehet csinálni? Tegye a kedvese ablakába. Hát ez a maga kedvese. Ez segély. Nem tudtam, hogy meghódt. Őt is a kedvesem mellé teszem, a gazdáját. S magát mellé. Mihály, Mihály. Bodrogi, hol van? Maga sofőr? Az! No, akkor elment oktatni a sofőröket, hogy köszönjenek, ha belépnek valahová. Van szerencsém! Na, most már jobban van. Ahhoz kell még egy köszönés a végén. És már rossz kedvében van, öreg. Mi az? Történt valami? Még nem. Hát? Csupán aggodalom szállott meg, Gomicsó. Félek, hogy a pénzünk odavész a bankba. Félek, hogy a gabonánkat megeszik az egerek, s a drága sejmeinket a molyok. S minden kárba visz, amit Bodrogi úr két áldozatos barátjának a segítségével oly nehezen gyűjtött. Engem vádol! Hát kik a Bodrogi úr barátja? Én vagyok, Szimmer! Akkor magukat dicsérem. A késedelem miatt inkább egy fazakat adjon, Círmos bácsi. Válasszon egyet! Az megfelelő lesz. Akkor vigye el, és a békességet hagyja itt. Mi ez? Ajándé? Nem, fazék. Akkor adjon Isten. Adjon Isten. Na mondja már meg, Bodrogi, hol van? Elment szekeret fogadni. Ha kap. Mennek a városba? Mennék. De itt hagyjuk magát könyvbe rágódva Cimer úrral együtt. Engem nem, mert én megyek magukkal. Pedig egészségesebb volna, ha itthon józanul megvárna minket. Csak hogy én örökre elmegyek innét, vén öreg. Elmegyek, mert meguntam a kőbányát. És magát is meguntam. S engem még? Magát a búcsújáról bajuszom jött. Hogy folyton tanít és oktat. Viselje másképpen magát Cimer úrral együtt, csak akkor nem oktatom. Ne, például? Például azt mondaná Bodrogi úrnak, dolgozz a szíved szerint. Éljél lelkeszed, mert csak úgy mész valamire. De maga nem azt mondja neki, hanem azt, hogy Bodrogi, menjünk el a városba, mulassunk egyet, menjünk el a készlányokhoz. Miféle készlányokhoz? Hát aki kicsi pénzért sokra készek. Na jöjjön a keblemre kész ölelés. Hát azt mondta, hogy jön engem. Hazudtam. Na látja, ezt már elhiszem. Jó napot, kötömes úr. Idézés. Adó. Bodrogi úr nincs itthon.
Tovább nem várunk, sem én, sem a kincstár, több ízben nyert halasztást. Tessék már megvárni Bodrogi urat, mindjárt itthon lesz. Megvárhatja, hogy egyel többen legyünk, ne pénze neki is. Biztos? A legbiztosabb. Idessen részletet, Szirmos bácsi. Mennyi van? 8 fillér. Sajnálom, foglalnom kell. Bútor kevés van. Engedelemmel legyen van. Nem tudtuk, hogy foglalás lesz. Azért van ilyen kevés bútor. Sajnálom, kénytelen vagyok az árukészletet lefoglalni. Hoho! Csak hogy az árut nem lehet, uram. Ki mondja? Úgy tudom. Tudománya nem helytálló. Köteles úr, mondja az öt sehol van, aki olyan kedves, vidám és beszéd. Testvérem nincs, az öcsém én vagyok. Akkor maga nagyon megváltozott. Kérem szépen, kedves Gumicsú, én egyszer olvastam egy mesét. Abban a mesében szerepelt egy perzsa ember. Annak a perzsa embernek volt egy érdekes állatja, akiről ő sohasem tudta, hogy micsoda állat. Mert ha befogta a szekerébe, akkor hallgatag szamár volt. De ha levett róla a hámot, akkor gyönyörű, szép, táncoló pariba. Velem is így van. Mert ha be vagyok a hivatalba fogva, akkor én is hallgatok szamárnak. De ha nincs rajtam a hám, akkor... Hey, ez a gyíki, a út, a gyíki, a utcára, a gyártmány, nem. A gyártmány? Magába vette a hámot. Hányféle áru van a készletben? Van, vagy 8 féle. Pontosabban. Perzsa legyek, a tudom. Barátok! Csendesebben. Hát mi van itt, halott esház? Jó napot, köteles úr! Ez mit ír olyan igazságosan? Adó! Cimmer úr fizetett már adót! Hát ilyet még nem hallottam. A városban meghalt egy gazdag kurátor, akinek a hagyatékában 70 ezer madártojást találtak. Mennyi? 70 ezer madártojást. Mindjárt lefoglalja, köteles úr, azt is. 70 ezer madártojás? Annyit bizony. S azt mind a toronyból szedte össze az illető. Miből gondolja, Csirmos bácsi? Abból, hogy kurátor volt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Kósa úr. Tessék helyet foglalni. Köszönöm. Köteles úr mit ír? Foglalást ír, adóba. S megfelelő bútorhiány az áruk írta fel, amit holnap vására vittünk volna. És Bodrogi úr hol van? Elment volna szekeret fogadni, de bármely percben megérkezhetik. Bár nem tudja mire. Köteles úr! Tessék! Tetszik azt tudni, ugye, hogy Bodroginak én vagyok a házigazdája? Hogyne, hogyne! Hát azt tudja, hogy 2 esztendő lakik Bodrogi az én házomban. Ebben is. 2 esztendő alatt még a mai napig nem fizetett egyetlen fillért sem nekem. Ha fél ember volnék, én is megtehetném, hogy lefoglaltatom, amilyen Bodroginak van. Csak hogy én nem tettem. Nekem muszáj. Á, csak meghalni muszáj, köteles úr, foglalni nem. Maga lefoglaltatja egy iparos honpolgár munkájának a gyümölcsét. Na hát. A lefoglalt áru egy része ide-oda hondózás közben összetörik, a másik részét meg elkótya vetítik. Holott máskülönben. Bodrogi holnap elvinni az egészet a vásárra, hogy jó pénzét eladná, és a pénzből az adóját kifizetni. És ki a házbért is? És az baj volna? Ellenkezőleg. Csirmos bácsi, írja alá ezt a jegyzőkönyvet. Adó. Adó. Nyolc napon belül fizethető, különben 8 nap után árverezünk. Foglalt is? Utasítás szerint. Bútort? Nem, az áru. Miért füstöl ez a kályha? Keservíve. Miért nem pofozza meg? Nem ember. Szirmos bácsi? Hozasson köteles úrnak egy fiákért, hogy tudjon szépen elmenni. Van neki állami fogadja. Igen, a Bodrogi úr adójából vettünk egyet.
úgy van, Kósa úr? Elköszönöm. Ha nem foglaltat? Nem. És miért ilyen kegyes? Hát azért is, mert nincs mit foglalni. Itt van a két kezem, Kósa úr, ráveresztesse. Vagy nem éri meg a két esztendei házbért? Kedves Bodrogi úr, még szerencse, hogy csak Cimer úr és Gumics úr vannak itt, akik hallják a maga szavait. Mert ha idegen volna, nyilván azt gondolná, hogy én kegyetlen hitványember vagyok, aki nap mint nap nyúzom magát a házbér miatt, holott az igazság az, hogy szinte úgy szeretem, mint rokon. Ez igaz! Most is szinte-szinte kifizette Bodrogi úr adóját. Azt nem, kedves Gumics úr. De igenis azon gondolkoztam, hogy a házbérügyit ne foglalással intézzük el, hanem más módon. Szóval kirúg a lakásból. Téved, kedves Bodrogi úr, mert ha én kirúgnám magát a lakásból, akkor oda veszne a két évi házmény is. Én tehát itt hagyom magát, amíg fizet. És csak azután fog szépen elmenni. Úriember. Ámbár falunk vagyunk, kedves Bodrogi úr, mégis fejlődni kell. Igen, fejlődünk. Nézze meg, Kósa úr, ezt a nagy virágos kancsot. Ezt csináltam én, amikor nagy tervekkel idejött. Most nézze meg ezt a rakás egyetmás fazakat! Ezt csinálom most! Művészből iparos lettek! Fejlődötte valaki nagyobbat! Az egyik szép, a másik hasznos! Hasznos? Cirmos bácsi, mi a hasznos? Ami szép is, jó is. Ami szép is, jó is. Úgy hangzik, mintha angyal muzsikálna. Valahol messze. Fájdalmasan messze. Nem baj. Adjon egy cigarettát, Cilmos bácsi. Egy sincs itthon, Bodrogi úr. Gumics. Nem szolgálatok, mert nincs. Cimer. Ugyanaztök be. Hát mit akartok itt? Megbolondultam. Hurkot lesitek, amit némelyek a nyakamba akarnak vetni. Hiszen jó barátok vagytok. Adtam nektek pénzt, italt, bizalmat, és nem kértem semmit, csak most ezt a cigarettát. Ember, hát nem érted, hogy mi? Hát, de gyerek! Nem szeretném a jó barátok között megrontani a hangulatot, de később, Bodrogi úr, még lenne valami mondani való. Bocsánat, Kósa úr, de itt a torkomban valami keserű. Értem én azt. Cilmos bácsi. Igen. Jöjjön egy kicsit vel. Ja. Jó barátokra nem akkor van szükség, amikor mulatni kell, hanem amikor bajban van az ember. Nem az utolsó kemet ez a foglalás. Ez nem. De a belső, amikor az embernek a szívét foglalja el a reménytelenség, akkor kellenek a jó barátok. Hát itt vagyunk mi, nem leszed! És mit akartok? Ha a szekérrel mész a városba, én is szeretnék veled menni. Nekem pedig hozzá 10 karika cérnát, fekete zsinort. Az árát aztán majd megadom, tudod. Önzetlen barátai. Isten veled. Bodrogi úr! Bodrogi úr! Vagy az madár? Olyan madár, hogy füst az éneke. Kósa úr! Csak ezt az egyet? Nyilván úgy számított, hogy Bodrogi úrnak is csak egy szája van. Gólyák vagytok, vagy a barátaim? Hát üljetek. Azt is mondta Kósa úr, hogy az adóügyit megfordítandó. Bodrogi úr, menjen át a jegyző úrhoz. Jót áll, értem, Kósa úr. Jót állulni, ugye, Gumi? Hát persze! Cilmos bácsi, pontos leltárt a fazakakról. Holnap megyünk a vásárra. Oda, oda! És a készlányokhoz. Ha! De a súly egye meg a nyakadat. Üldözölni a tavaszi madar a télen! Előbb dugjon el gyorsan, mert az életemmel játszom, egy perc is késő. Akkor gyorsan az ágyba, takaró alá! Ott rossz, mert pihenni sem. Akkor az asztal alá, mint a borzsa! Ott a kutya megeszi. Akkor repüljön oda fel a sarokba, né? Ott van egy fecske fészek. Ebben mi van? Abban. Álom.
eltemetve. És egy kicsi szalma. Jöjjön ide hamar. Igenis. Ölelje meg a derekamat. Igenis. És tegyen belé a kancsót. Igenis. Itt jó lesz. Kitűnő jó lesz itt. Ne vegyem ki. Ne. De ismét visszateszed? Most nem játszhatunk, amikor ilyen szerencsétlen az én sorsom. Mondtam, hogy üldözött vagyok. Ó, szegény. És onnan üldözték el? Csak innét az udvarból, Kósa urékkal. És oda miképpen került? Eljöttünk, hogy Kósa urat a neve napján felköszöntsük. Az este jöttünk, és fel is köszöntöttük Kósa urat, utána pedig nagy beszédben voltunk. Ma is folytattuk a nagy beszédet, és abból lett egy terv. De mire meglett a terv, nekem azt mondták, takarodjam haza. Egyedül, gyalog. Ebben az irtóztató hideg télben, amikor minden lépésre van egy éhes farkas az úton. El akarták tenni magát lábaul? El. Biztosan féltették magától a tervet? Úgy gondolom, hogy igen, mert azt mondták, azt én hallottam, hogy amikor az ember szalmát akar adni valakinek, akkor nem szabad neki mutatni a sarjat. És kinek akarnak szalmát adni? Bodrogi úrnak. És milyen szalmát? Régi. És azt akarják, hogy megegye? Igen, azt akarják, hogy szívvel, lélekkel megegye. Ki az? Rejtőzik el, mint a szerelem. Nyitom! Tessék, miért zárja be az ajt? Fél talán, hogy elviszik az ördögöt? Az ördögöt nem is, de az azonságkérő biztos. Mivel az ajtón kívül is kapnak tőlünk annyi pénzt, mint ide be a házba, úgy gondoltam, bezárom az ajtót. Na most már be is lehet falazni. Hadd rohadjunk ide. Nem adtak az adóra halasztást? Nem. Akkor nem viszünk fazokat a vására, és nem hozunk 10 karika cérnát és fekete zsinót. Nem. Meg lehet, hogy útközben a szekéret bédültünk volna valamilyen árulba. Sokra sok fazék viszlékbe ment volna. Nekünk meg kezünk lábunk nyomorult volna meg. Így pedig. Veszedelem nélkül ülünk szeretett hajlékunkba, és várjuk a szerencsés fordulatot. Milyen balga ember maga Círmos bácsi. Tele vagyunk adóssággal. Tartozunk 2 esztendei házbérrel. Munkánk gyümölcsit adóba lefoglalják. És maga szerencsés fordulatról beszél. Mi jött a bébogult este után? Nem a hajnali fordulat? A sötét éjfél. Aha. Akkor is van csillag. Ej, öreg Círmos. Ha maga belé látna az én szívembe. Tudom én, hogy maga nem ebbe a gyártmányos világba való. De maga akart meghonosodni benne, igazi? Azért, hogy meg tudjunk élni, és lehetőleg jó. A világos úton boldog lehetett volna, de maga gazdag akart lenni a gyártmányokkal. Nem érti? Alkalmazkodtam. Igen, a sárhoz, a világhoz. Tessék! Jó napot kívánok! Mi tetszik? Meg akarjuk tekinteni ezt a házat, mert eladó. Menjenek Kósa úrékhoz, ott lakik az udvarban. Éppen tőle jövünk. Akkor nézzék, ahogy tudják. Egy-két repedés van a falon. Vékony! Ez a fal vékony? Nem a fal, hanem a repedés. Hát akkor beszélj úgy. Nekünk Kósor nem mondta, hogy eladná. Most határozta el, hogy a neve napján felköszöntöttük. És hova mennek lakni a Kósa ura fejük fölül eladja a házat? Perzsiába. Az hol van? Hát való előttünk, nem látod? No, akkor menjünk. Köszönjük szépen. Tessék. Köszönjük szépen a szíves türelmet. Nincs mit. Na gyere, Zsika! Ha nem szól a szörökre, itt maradtam volna. Nem érdünk meg Kósa úrtól. Nem, csak elmegyünk. Dehogy megyünk. Jobb lesz, ha elmegyünk, mert reánk omlik a háztető. A sok fazék viszlikbe, és nekünk kezünk, lábunk nyomorodik meg. Jöjjön ide. Jó. Velem tart-e, ha el kell innét menni? Magával, maga is vele. Öreg csom,
Ebben a nyomorúságban csak egy igaz találtat. Lesznek még. Igaz lelkek is lesznek. És lesz egy angyali szellem. Angyali szellem. Nem hiszi? Tetszik! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot a kollega uraknak is. Bodrogi úrral szeretnénk beszélni. Tessék, foglaljanak helyet. Régtől fogva beszélgetjük így egymás között, hogy egyszer eljövünk Bodrogi úrhoz, és megmondjuk, amit meg kell mondani. Mit? Á, jobban szeretnénk hízelgőt mondani. Azt, hogy Bodrogi úr elsirányította a fazekas mesterséget, rossz árut állít elé, és ezért a vevők minket ócsárolnak, mivel hogy az edényeken nincsen feltüntetve, hogy azokat kigyártotta. Bodrogi úr, a B betűit égesse rá arra, amit maga gyárt. És az miért nem jó, amit én csinálok? Engedelemmel legyen mondva, igen, vásári. Tessék innét kimenni? Na, nem, úgy nem. Bodrogi úr, üljön le. Mi pedig értsük meg egymást ezen utolsó alkalommal, és búcsúzzunk úgy, ahogy a mi tisztes iparunk megkíván. Maguk elmennek innen? Ne, mi nem megyünk el innen. Hanem a minisztérium készített egy új szabályzatot az összes mesterségek dolgában. Ennek a szabályzatok az első paragrafusa úgy szól, hogy senki ebben az országban olyan mesterséget nem folytathat, ami az ő nevével ellentétes. Hogy értsük ezt? Hát ezt úgy kell érteni, hogy például, akit asztalosnak hívnak, az nem lehet fazakas, csak asztalos. Hát engem asztalosnak hívnak! Tudom! És engem kovácsnak! Azt is tudom! Engem pedig szabom! Én arról nem tehetek! Hát akkor mi egyelőre nem mondunk többet. Bács, csak ugyan készült ilyen szabályzat? Nem hiszem, mert igen bős dolog lett volna. Akkor maga honnét találtak? Nekem súgta egy angyali szellem. Na, eddig csak kínlódtunk, de most úgy látszik, meg is bolondulunk. Nem hiszi? Nem, na várjunk! Angyali szellem, mondj valamit Bodrogi úrnak! Imádkozzál és dolgozzál! Ez micsoda? Jelenj meg, angyali szellem! Ez kicsoda? Éva paradicsomból. Itt volt vendégszínbe Kósó létán. Onnan elüldözték, és nálunk menedéket talál. Én tettem be a kancsóban, hogy megtalálják. Menedéket talál. Menedékhely az én lakásom. Én Bodrogi úrnak hasznára leszek. Menedékhely az én lakásom. Tessék megérteni a hasznunkra lesz. Mi vagyok én, szamár, akire mindenki rárakhatja maga terhét vagy virágát? Na takarít csak innék ezt a lát. Csak hogy én nem megyek. Nem megy? Nem. Tessék rájutani. Brrrr!
akkor mégis elmegyek. Cirmos bácsi, vegyen ki innen. Igen? Nem érzi ott jól magát? Igen, de Bodrogi úr olyan hervasztó módon rám kiabál. Maradjon csak, hogy ne hervadjon. Elég, ha engemet lehervasztott a világ. Ne tessék búsulni! Felágaskodunk megint, mint tavasszal a kecske, a rügy után. Tér van, öreg! Most szalma sincs a kecskének, nem mondja ő. Szalma van! És Kósa nem is hozza nekünk! Igaz, Kósa. Na menjen, szóljon neki, hogy most jó, egyedül vagy. Szólok neki. Magát hogy hívják? Bogyó. És mióta van ebben a kancsóban? Amikor Bodrogi úr elment a barátaival a jegyző úrhoz, akkor jöttem. És attól kezdve mindent hallott? Igen, mindent. Szégyeli magát az ember, amikor a nyomorúságát idegen is hallja. És tetejébe ezek a fazekas emberek a szívembe is belészúrtak. Ez fájt a legjobban. Amikor azt mondták, hogy igen, vásárja, amit Bodrogi úr gyárt? Igen, amikor azt mondták. Mert abban a percben nem ők vádoltak engem, hanem egy lángoló kísértet a múltból, a fiatal Bodrogi, akinek hite volt, s vágya volt, hogy szépet alkosson. Biztatta valaki, hogy ilyet gyártson? Számító rész. Rosszul tette. Olyan akartam lenni, amilyet kíván a világ. Hasznos tagja a társadalomnak. Gazdag ember, tekintélyes ember. Alkalmazkodtam, hogy érvényesülni tudjak. Kiraboltam magam, mint egy tolva, és most itt állok üres kútgyanánt, akiben beleköpnek az emberek. Kezdje újra. Csak hogy eldugult a forrás, ami táplálta a kutat. És ahhoz csoda kellene, hogy a forrás elő tudjon budjanni ismét. Egyszer még eljöhet. A csoda? Tessék, tessék! Titkoljon engem! Tessék! Egyelül van, Bodrogi úr! Nem, a reménytelenséggel. Foglaljon helyet, Kósa. Köszönöm. Hallom, el akarja adni ezt a fazék kis tálat. Ezt a házat el! Át eladom, mert úgy sincs belőle semmi hasznom. Maga sem fizetett valami sokat, amióta itt van. Úgy tudom, semmi. Annyi? Hát ha nem vagyunk olyan ügyesek, hogy a semmiből is fizetni tudnánk, akkor valami egyebet kéne kitalálni. Ej, nehéz dolog. Nagy év kell hozzá, annyi bizonyos. Egy valami volna, talán tá. Egy valami elég? Bodrogi úr, házasodjék meg. Lépdessék! Azt mondtam, hogy házasodjék meg! Vedd el egy jó módú hajadot rendes hozománnyal! Abból fizesse ki az adósságait, és a megmaradt pénzzel kezdje újra az életet! Balga tervez, Kósa! Várjunk, várjunk! Miért volna balga? Hát először is, mert az uraknak már nem vagyok ura, parasztoknak meg nem vagyok paraszt. Hol találnék hát feleséget a bokorban? Nekem volna egy elő. Igen! Igen! Tám nem maga az Cirmos bácsi. A házasság szentség, Bodrogi úr, arról csak komolyan szabad beszélni, lévén a jelen esetben hasznos is, és szükséges is. És a jelölt kicsoda? Egy gazdag hajadon a szomszéd faluban. Így jelenleg hol van? Jelenleg itt az én házamban, mint megbecsült vendége. Ebben a házban, ahol ülünk? Mondom, hogy az enyémben, ott az udvariban. Ó, a szalmát én nem szeretem. És a jelöltet hogy hívják? Bagi Terész. Bagi. Nem ismerem? Én sem. Ha elvileg hajlandó, Bodrogi úr, akkor én bémutatom. Hány esztendős? Mint hajadon már érett személy, azonban mód felett ezes, ami többet ér a múlandó szépségnél, és azon kívül tekintélyes hozománnyal rendelkezik, ami viszont arra is jó, hogy az ő csekély testi hibáját elhomályosítsa. Süket néma. Mondtam, hogy a házasság komoly dolog. Nem komolyabbtál, mint a süket némaság. Na, hát, akkor mit mondjak az illető? Hát én úgy gondolom... Egyébként, Bodrogi úr, kérdeztem itt. Gondolkozási időt kérem. Hát akkor gondolja meg jól, és aztán üzenjen által. Jó. Várom az üzenetet. Na öreg, most mit csinálunk? Kérdezzük meg a szellemet. Bogyó? Tessék. Ismeri maga Bagi Terész hajadot? Ismerem, mert unokanéni. Mióta apám meghalt, ott lakom náluk. Inasa vagyok. És milyen ez az illető, Bagi Terész? Esze van. És mennyi idősöd? Nem olyan vén. És testileg mi hibája? Viccent egy kicsit. Még a nyelvivel is. Még a jobb lábával. Már látom, hogy az enyém lesz. Roll up!
Itt vannak a napnyugati bölcsek. Üljetek le! Nagy dologban kell dönteni. Miről van szó? Arról van szó, hogy ebből a gyalázatos helyzetből miképpen lehetne nekem. Figyel! Igen, igen. Jaj, hogy utálom magam. Nyögje már ki! Kósa úr egy leány szerzett. Öreg, testileg hibás, de gazdag. Azt akarja, hogy vegyem el feleségül, vagyis, hogy fazék helyett magamat vigyem a vásárra. Erről van szó. Vedd el! Vedd is én! És maga? Maga mit szól, Címos bácsi? Az a szokás, hogy a fát mielőtt levágják, az előtt megnézik. Szóval nézzük meg. De fejsze nélkül. Hát akkor menjen át a Kósa úrékhoz, és mondja meg, hogy szívesen látom. Jó! Isten legyen velünk! Mondj a szemedet, hogy ne lássad, mit csinálsz. Ha már nem tudod újra kezdeni az életet, mert gyáva vagy, és meghalni sem tudsz, mert ahhoz is gyáva vagy. Utálok titeket is! Az ember nem szeret a dolgosságot! Jönnek, hamulnak! Nagyon csúf, Círmos bácsi! Isten teremtette! Tessék, tessék! Bodrogi Antal úr! Bagi Teréz hajadon! Örvendek a szerencsének. Cimer úr és Gumics úr, ezek itt Petke Zsigmond, a felesége Piroska. Kérem, foglaljanak helyet. Nagyon szépen köszönjük a szíves fogadást. Hát kedves Bodrogi úr, mindenek előtt köszönetemet óhajtom kifejezni úgy az én kedves vendégeim, mint a magam nevében. Azért a szíves fogadtatásért, melyben minket az első alkalommal szerencsétetni szíveskedni. Örömömre szolgálna, ha jól éreznék magukat. Köszönjük szépen! Régen ismerem Terézt, s így bátorsággal kérdezhetem meg tőle ezen nyílt alkalommal, hogy hajlandó lenne közelebbi ismerettségbe szövődni Bodrogi úrral. A hajadon lévén ellenvetése nincs, mivel Bodrogi úrnak jó hírét hallotta, és mivel azt is beszélik, hogy Bodrogi úr szeretne megházasodni. Kötelességünknek tekintjük mi minden tekintetben fundamentumra építeni a házasság gondolatát. Jelen esetben erre módunk is van, mivel Teréznek meglehetős vagyon áll rendelkezésére. Ugye helyesen mondjuk? Megerősítem. A becsület lévén mindennek a lelke nem kívánjuk eltitkolni, azt sem, hogy Teréznek valami csekély beszédhibája van. Nem mindig. Csekéke módon biccent is a bal lábával. A jobbal. Na mutassa még, hogy ugyancsak jó szem kell, amelyik észreveszi. Mindenkit elhagy, és felfelé hágóra mindenki szuszogós lesz már, amikor neki még meg sem kocsant a járás. De ami valóságos csoda, táncban leveri az egész ifjúságot. És fáromászni tudni? Még jegenye fára is. Hát, kérem szépen, valóban... Na ugye? Köszönöm Kósa úrnak minden jó indulat. Lábas, én azt javasolnám, hogy tűzzenek ki egy napot, amelyben Bodrogi úr elmenne a szülőköz megkérni a hajadon kezét. Ez alkalmuk szolgálna arra is, hogy a hozomány dolgát eligazítsák. Jó lesz, jó! De ha ebben megegyeznek, akkor nekem a házbér ráérkezi. Továbbmenőleg az adóterhet én majd eligazítom, hogy Bodrogi urat ne nyomja a gond ezekben a szép reményű napokban. Ez a Kósa úr atyahelyet adja. Ja. Ilyen formán, kedves Bodrogi úr, mikor tenne eleget a tisztesség kívánalmának? Nem kéne elsietni. Nem. Legjobb lenne holnap után, éppen vasárnap. Maga mit szól, Círmos bácsi? Hát ide. Bízzuk a felsőbb hatalmakra. Hogyhogy? Úgyhogy kérdezzük meg a szellemet. Brrr. Szellem szavának én is alávetem magam. Vessük mi is alája? Vessük. Hát akkor jöhet a szellem. Angyali szellem, mondd meg nekünk, hogy Bodrogi Antal megkérje-e Bagi Teréz hajadonnak a kezét. Igen! És ezen célból mikor jelenjék meg a szülői háznál? Szilveszter este! Angyali szellem, óhajtasz még valamit mondani nekünk, tanítván minket? Igen! Áhítatos csendben vágyunk szavairól!
én az óhajtásnak ím eleget tettem, öreg hajadonnak ifjú párt szereztem. De aki így akar boldogs, okos lenni, annak a fejemen szalmát hoztam enni. Úgy látszik, ide még nem érkezett. Hát akkor kirikoltott akkorát? Ez a Klánita, kérem szépen, asszonyság. Az a Klánita, te nyavajás! Én bizonyisten nem fújtam! No, hát akkor miképpen visított akkorát? Bizonyosan valaki a farkára lépett, Erik Bélejának. Te nyavajás! Takarodj ki ebből a házból! Fúvincs másoknak olyan hegyeset, akik a sírban feküsznek, azoknak rá egy fesztre kiterét! Vidd a dirhádat! Kecsel, fújtam azt a hegyeset, no! Micsoda! Akkor te is elmehetsz, úgy sincs ott szerencs, ahol egyszer jelen vagy! Igazán! Gyere velem, cigán! Csinálunk ketten a kocsmába a Bodrogi nélkül olyan szilveszter, hogy még a csillagok is keresztbe állnak! Gyere! Menj a szonyből, egy így, de szép! Olyan még hát maga vénember, hol volt idáig? Üldögéltem benne a másik szobában Terézzel együtt. Ő sírt, én nem. Teréz, ne sírjon! Nem Bodrogiból áll a világ! Maga meg ne üldögélje, hanem csináljon valamit! Mit csináljak? Nézze meg az óráját! 9. Hányra mondták ott Bodrogék, hogy ide jönnek? 5 délután. Na, eleget vártunk. 5-től 9-ig. Nem messiás, Bodrogi. Többet nem várunk. Fekszünk, eszünk, fekszünk le. Vénember, zárja be az ajtót. Én 5-kor is bezártam volna szívesen. Várjunk még egy kicsit, mert lehetetlen, hogy ne jöjjenek. Helyettek olyan biztosan mondták mindahányan. Bodrogi is, Kósa úr is. Valami történhetett. Mi történhetett? Meghódtak mind egyszerre. Csak az lehet, mert ha élnének, igazmondók volnának, akkor a szavuknak álltak volna, ha fene fené teszik is. Itt tettek volna délután 5-kor, úgy, ahogy megígérték. De 5-kor nem jöttek, sem 6-kor, sem 9-kor. Na, Isten, juttas őket, s menjenek a pokolba. Vénember, zárja be az ajtót. De hát, ha mégis eljönnek, Zelma néni. Kint távasabb akkor is,
A kezét törömre, aki bejereszti a házba. Ne ítélj, amíg nem tudod az okát. Minek az okát? A késedelemnek. Maga azt késedelemnek nevezi, amikor a kérő nem jön el a leányos házhoz. Jaj, hogy megvert engem az Isten. Még nem a vejet, csak azután verhet meg vele. Nem Bodrogival vert meg. Hát. Magával. Az már más. Na nézd meg. Hát ilyen férfiút adott nekem a bal végzet. Egy ilyen diggáv embert, aki bort élvez most is, amikor az a sárba vájó tekerdő Bodrogi megcsúfolt a házat. Hát mit csináljak egyedre? Ne kérdezze, hanem ragadjon fejszét. Ott vágja össze azt a tekerdőt, ahol megkapja. Könnyű volna összevágni, de akkor engem felakasztanak, s te özvegyen maradsz. Legalább meghal becsületben, s tőlem is megszabadul. Mégse vágom össze. Terész! Tessék, enni kell. Ha! Mintha jönne valaki! Én nem hallom senki jövését. Az eszed jövését sem. Nézzen ide, ez még kacag is. Meg ő kacag. Nem elég, hogy ilyen vőregény szerzett nekünk, hanem még a csúfság is fogja, amikor ő miatt az égyenbe kerül. Na, halljunk oda! Hát nem tekeditettől össze Bodrogival. Hát ki istenkedett, hogy csináljak végre valamit? Ha ilyen vőregény szerzett nekünk, akkor ne kacagjon rajtam, hanem kacagjon magán. Nem apostoli királyné maga sem, hogy a szín előtt ne lessen egy kicsit nevetni. Mit csinálja? Borulja gyászba, megkésett Bodrogi. Megnézhetted volna, hogy micsoda ember. Nem bújhattam bele, mint az ördög. Jót akart, no. Lejártam a lábamat. Hízelettem Kósa úrnak. Még settenkedtem is, mint egy macska, csak hogy meg tudjuk Bodrogit valahogy fogni. S most ez a köszönet. Mindent ráír. Vén ember, álljon fel. Terész! 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 Azonnal, azonnal! Na, le! Jaj, kulcs! Szabad! Isten hozta! Lelkem Bodrogi! Kumics vagyok! A Bodrogi úr barátja! Erígy be, leányom! Nagyon megfáztam. Bodrogi, hol van Gumics úr? Az árokban. Bodrogi úr az árokban. Nem vőlegénynek való hely. Oda hogy került az árokba? Mint együtt indultunk el délután 4 órakor. Címer, Kósa úr, Cirmos bácsi, Bodrogi. Mindegyütt egy norcánnal, 2 sárga csikóval, nagy ének szóval. A csikók riadoztak, de azért mi jöttünk baj nélkül egészen a tetőig. Itt a tetőn a csikók valamitől megijedtek, egyet rántottak a szánon, és mi már benne is voltunk az árokban. Mint benne voltunk, a szán, a 2 csikó, az egész társaság. Benne jó mélyen a hóval, a lovak prüszköltek, mi kapáloztunk, és a hold nézte. Micsoda szerencsétlenség! Ilyen a hold, jaj! Bodrogi úr, még benne van! Eddig már kijött. Akkor hol maradt? Amikor nagy későre valahogy kiástuk magunkat, és egymást... Jaj! Azt mondta Gumics, te mint a legjobb barátom, menj előre, és jelensd a késedelem okát, és kérj a nevemben szíves elnézést. Mindig úri ember volt Bodrogi, ugye Zelma néni? Tudtam én azt. Hűséges, okos ember, s jó fazekas. S öcsém uram, micsoda? Mondtam, hogy Gumics vagyok. A foglalkozás a Gumics. A nevem Gumics. Vérember, álljon be! Terész! 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 Jaj, szegény lelkem, Bodrogi! Szíver vagyok! A
Bodrog úr barátja! Elég félre járok! Mind megjöttek, Cime! Itt van a hagyom az szerencsés, jó estét az Isten! Hagyom az Isten kedves vendégeinek is! Van szerencsém bemutatni Bodrogi Antal urat úgy is, mint főszemélyét a mai estére! Isten hozta öcsém uramot! Örvetik a szerencsének! Egy kis balesetben volt részünk a tetőn, azért késtünk egy kis... Elnézést kérünk én. Mondtam is az én jó uramnak, hogy valami értelem baj okozhatja a késedelmet. Mondtad. De meg vagyunk épségben és egészségben. Semmi sem hiányzik magukból. Sem belőlünk, sem rólunk. Hogy van András gazda, milyen rég nem láttam? Taszigáljuk a napokat, Kósa úr. Tessék levetni azt a téli felsőt, üljenek Renáron. Hallom, bőven részesültek a tél örömeit. Hát, mi az 51 órával még azt gondoltuk volt, hogy a kamácsainkat az örökösök fogják lehúzni hol. Ugye, Bodrogi úr? Maga még akkor is gondolkozott. Hát, itt teljesen egy olyan férfi, aki elmulasztotta volt, hogy megházasodjék. Ugye, Piroska? Azt hiszi, Kósa úr, hogy a házasságban nem kell gondolkozni? Ott, fiam, nem is lehet. A szeretetről kifolyólag az egyik nem engedi a másiknak, hogy gondolkodjon. Azért olyan tartós. Joska, Anka, váltogod a másik szobába? Bentes. Hát, idáig elérkeztünk. El idáig. És Terész hol van? Terész! Terész! Gyere! Gyere, lányom! Gyere! Jó estét kívánok! De hát a két embert egymásnak szántak egyes sors, azok minden akadályon keresztül találkoznak. Na Isten hozta a kedves vendégeit! Köszönjük szépen! Halljuk, halljuk, Bodrogi öcsém uram, mondani akar valamit! Nem volt szándékomban. No akkor Isten hozta! Egészséget! Egy kicsit szemérmetes ember az én Bodrogi barátom. De hát azt nem lehet csodálni, mivel ez idáig leánykérőben még tetlegeset nem volt. Lévén azonban okos ember, jó családból való is, időteltivel majd megtalálja a kellő szavakot. Ugye, Bodrogi úr? Remélem. Okosan mondja. Okosan, bölcsen. Mert bármit szándékozunk az életben csinálni, ahhoz legelsősorban is reménység szükségeltet. Úgy van. Azonban a reménység útját ki kell kövezni józan értelemmel. Nehogy később valami hiba következzék, ugye, Terész? De mennyire? Mivel Terész ezzel az okos felelettel a maga kövit lerakta, én nem bánom, ha egy kicsit átmegy a másik szobába. Eredj! Bodrogi úr! Tessék! Na, mondjon valamit! Tél van! Na, még valamit! Na. S nagy hó! Hát a jövetelünk céljáról! Azt mindenki tudni véli. Okosan mondja. Okosan? Bölcsen? Mert amíg a hozomány dolgában meg nem egyeztünk, egyebet nem is mondhat, ugye, Bagi uram? Úgy van. Hát akkor essünk túl ezen is. Mivel azonban úgy gondolom, hogy Bodrogi barátom szemérmetes ember, és érző szívét is bántaná az anyagi rész, egy kicsit hagyjon magunkra. Meg nem arra ne! Hanem oda. Szív a szívhez. Tessék. Na, mit szólnak? Ugye jó, ügyes fiatal ember? Annak mutatkozik. Én mégis jobbnak látnám, ha Terész nem menne félre. Ez testi hibája van, és immár nem is fiatal. Az ilyennek jobb a szülői háznál, mint egy idegen férfiú mellé béfogatni magát. Maga úgy beszél, mintha a szekeret akarna húzni élet. Elég nagy szekér az élet. De azt észre húzzák, maga bár, ember. Bár bocsánat, de talán lebegjen előttünk a természet rendje. Jól mondja, jól. Hát nálam nélkül lebegjen. Na, hát akkor maguk megveszik tőlem a házat, amelyben Bodrogi lakik. Megveszik, és odaadják a fiataloknak hozományának. Mondtuk. Továbbá, kifizetik a Bodrogi adósságait. Vesznek egy teherautót, amely a fiatal pár ipari vállalkozásához szükséges. És pénztőkét adnak nekik,
amely a vállalkozáshoz ugyancsak szükséges. Megadjuk. Honni? A semmiből. Maga bolond. Ha lesz házasság, akkor igen. Beszéljünk Áperté Bagi uram. Maga csak ugyan nem akarja ezt a házasságot? Mondtam, hogy nem javallom. És maga Bagi mi azt mondja? Én, igen. Te légy! Hát akkor szavazzunk. Bagini asszony egy. Kerész, maga szereti-e Bodrogot? Elmegye hozzá a feleség. Én nagy igennel szavazom. Vagyis kettő, elismer vissza. Hozzá megyek. Ez három, Bodrogi úr. Kósa úr, maga négy. Bodrogi úr, üljön le, Bodrogi úr. Ha megkérdezi, mindjárt legyen. Bodrogi úr, maga meg akar-e házasodni? Én köszönöm. Mit köszön? Maga azt mondta, üljön le, és én azt mondtam, köszönöm. De, kérdeztem valamit. Nem jó kakas, amelyik szól hajnal előtt. A tyúk este is szólhat. Igen, hát akkor egyebet kérdezek magától, Bodrogi. Álmodott-e valaha arról, hogy megbecsült gazdag első ember lesz, szóval, hogy boldog lesz? Igen, álmodoztam erre. Hát akkor most palóra válik az álmodozása, kérem. Mert először megkapja tulajdonul a házat, amelyben lakik. Másodszor az adósságai kifizetésére. Harmadszor pénztőkét kap, hogy a mesterségben nagyobb vállalkozásba kezdhessen. Negyedszer lesz egy teherautója. Na, ugye biztosan tudja fogni a száját a boldogságtól. Mi? Maga nem tréfál, Kósa? Nem tréfálok, ne! A keze sem lesz? Ez nem a keze sem, hanem a tanúja! Milyen tanú? A házassági tanúja! Bocsánat, de hova megy? Hát, hova megy a szél vagy a felhő? Na, a szél fákat és virágokat keres, hogy azok a fag alá hajlítson! A felhő pedig egy másik felhővel ölelkezni akar! Ki akar itt ölelkezni? A felhő! Az én házamban! Na, látják, hogy milyen szemérmetes. Azért nem mert szólni. Podrogjuk. Tessék. Legyen egy kicsit bátrabb, Bodrogiuk. Nem szégyen az érzelem. De ha így születtem. Terész is így született, de én mégis kivettem belőle, hogy szereti magát. Magából is kivesem. Jaj, be irgalmatlan. Ne szóljon közbe. Nem látja, hogy a szemérmességen akar segíteni? Úgy van, pontosan. Meg kell lenni, amit a régi jószokás megkíván. Neki is legyünk, hát, ha nem jöjjön mindenki. És akkor ünnepélyesen, ahogy elején is szokták, Bodrogi úr is illő szavakkal kérje meg a hajadon kezét. Tessék. Jó estét! Círnos bácsi! Öreg angyal, elgondozta ugye a lovakat, és elvégzett mindent ugye angyal! Mit keres itt maga, vén Kolumbácsi? Milyen Kolumbácsi? Hát, amíg a marhát megcsípi! A Kolumbácsi volnék magát, mindjárt megcsípi! De mit keresem be tisztes házban? A leányát, bogyót keresem. Maga sem tudja, hogy hol van. Ne. Nem, hát, mert ami szép és érzemes volt, azzal maga sohasem törődött. Círmos bácsi, hova megy? Jöjjön vele, megtudja! Jól, csak menjen aztán, mi elintézzük itt a magunk. Múú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 
szűr, és nem segít semmit Kósa úrnak. Egy szava sincs, amikor gonakodnak a lányától, sőt, még aluszik. A helyen fejszét ragadna, összevárná. Most ide ülj le! Nincs igazam, Kósa. Nincs. Nincs? Nincs, mert Kósa János még csatát nem vesztett. Azon kívül Bodrogi a kezemben van. Muszáj neki azt csinálni, amit én mondom. Én pedig azt mondom, hogy ezt a lányt el kell venni, úgy lesz. Ne lenne olyan szemérmetes. Na látja ez a baj. Hogy olyan bátortalan és szemérmetes, mint egy szűzleány. Oh, szűzleány. Még van egy baj. Az ugyanis, hogy Bogyó nincs itthon. És ez miért van? Mert János akkor is, amikor elmentünk volt Bodrogihoz, ő hajtotta a malmunkra a vizet. Bélopakodott a Bodrogi úr lakásába, és ott az öreg címossal megbarátkozván, Terésznek jó hírét költötte. Csak végén még angyali szellem a javunkra hajtott minden. Mindezt a maga fejétől tette? Piroska oktatta, s Terés küldte. Piroska! Piroska! Tessék! Bogyót nem kellett volna szolgálatba tenni. Na halljunk oda! Hát nem magatoszogatott folyton, hogy takarítsam el a leánkát a háztól. Háromszor jártam meg a város, míg az arkanyalpatikusnál helyet szereztem neki. És azt mondom, hogy vágd le a füledet, levágod? Háládat! Jól van, na jól van, nagy baj van, csak maga segíthet. Mi a baj? Bodrogi nem akarja kimondani a végső szót. Nem akarja. És miért nem akarja? Hát mert olyan bátortalan és szemérmetes. Pedig muszáj neki kimondani, ha már idáig elhoztuk. Meg kell nyomni a hasát, mint a vásári bubának.
Maga hallgasson, ne roncsa el ezt! Hát még mit rontottam el? A mi házasságunkat. Igen. Igen, mert én is hevenyészre kértelek meg. Várjon! Elkábítjuk a két barátját, és aztán ráeresztjük. Azok majd kinyomják belőle a szót. Várjon, várjon! S azzal sem érünk célt? Hát akkor... Valami cselfogást kellene kieszelni. Szilveszterit, a vidámság leple alatt. Már tudom mit. No. Játékot rendezünk. Milyen játék? Dugójátékot, Cimer úr, Gumics úr. Bagi, maga tudja azt a dugójátékot? Én már öreg vagyok. Na, tessék, tessék! Tessék, tessék. Használják! Ugye? Maguk jó barátai Bodroginak. Azok vagyunk, ugye, Cimer? Esküszöm. Hát akkor most többek lesznek, mint jó barátai, ha rám hallgatnak. Bodrogi házat kap, pénzt és teherautót, ha a kijelölt házi hajadot elveszi feleségül. Nagy vállalkozásba kezdhet, amelyben maguk társak lehetnek. Mikor lesz az esküvő? Bodrogi olyan bátortalan, hogy megképvisen meri a hajadon kezét. Na hívja csak be. Bodrogi úr! Na gyere csak, gyere! Nem látod, hogy itt vagyok? Mondd. Mióta vagy olyan bátortalan? Milyen? Olyan, hogy nem mered megkérni a lányt. Neked ahhoz mi közöd? Én is tudtam, hogy lánykérőbe jöttünk. Én pedig úgy tudom, hogy eddig ti gondolkoztatok az én eszemmel, és nem jön a tietekkel. Most miért akarjátok egyszer, hogy megfordítva legyen? A gyárjaim vagytok talán? Ne szik rá, az vendégségben vagyunk. Nagyon jól tudom, hogy hol vagyunk, mert én hoztalak ide benneteket. Te kértél, hogy üljünk? Azt hittem, hogy barátokat hozok magammal, és nem cselszőket. Ki a cselsző? Meghívtam te! Ne. Követelem, hogy mondja meg kivel, és ki ellen szőttünk mi csel? Kósa úrral, s ellene. És mi beszőttünk mi cselt ellene? Abban, hogy szóra bírjatok. Hogy szóra bírjunk téged? Micsoda szóra! A fenébe hülye! Bocsánat az életnek kifejezésére. Kósa úr, mi a szándékunk tovább? Megyünk, vagy maradunk? Maradunk, a világ oldalunkra fordulunk! Anyu piroskát! Figyelem, kezdődik a játék! Terép, figyelem, mindenki itt van! Most már itt! Jelen! Inkább a múlt! Na, csend legyen, anyu piroskát, mindenki jól figyelje! Tisztelt vendégkoszorú! És én! Ennek a mai estének egészen mostani a menyasszony és a vőlegény vala két fényes csillaga. De ebben a mi voltukban mostan eltöröljük őket, és ami belőlük megmarad, azt kedves szóval meghívjuk ezennel, hogy jöjjenek velünk Szilveszter szakállának játszókertjébe, ahol időnket s kedvünket vidáman szeretnénk tölteni. Egész esztendőben bédugva élünk. És csak Szilveszter este engedtetik meg nekünk ebben a dugójátékban, hogy dugatlan szólhassunk. Rajta gyerünk! Kósa úr lesz a dugómester. Egy pillanat! És akit kidugnak, mi lesz azzal? Akit Kósa úr kidug, abból a fény és az igazság mind kijöhet. Ha van benne. A szemérmetes idétlensége dugó nélkül megszűnik. Aha. A szerelmes bátran megvallja szerelmét, és eljegyzi a választottját. Senki sem fél, aki dugatlan és nem hazudik, hanem igaz gondolatát és valódi érzelmeit bátran kimondja. És aztán harag nem lesz belőle? Haragudni nem szabad. Akkor jó. Figyelem, amikor azt mondom, hogy hip, mindenki leül a helyére. És amikor Kósa úr azt mondja, hogy hopp, akkor kezdődhet a játék. Figyelem. Na, Cimer úr, elsőnek magát fogom. Mondja meg nekünk, Cimer úr, hogy bédugva jutne magának? Vagy így dugó nélkül? Bédugva jobb, mert én nagyokat hazudok magamnak és másoknak is, mint a többi emberek. Jobb lesz, hogyha visszateszi a dugómat, mert szembe találom köpni a társaságot s magamat. Jaj, na jó, na bédugva műjön le! Babi ura! Mi a véleménye a vendégeiről? Puk,
Bédugva hívtam meg őket, és most már dugatlanul is elszenvedem. Nem igaz! Szívesen vannak látva! Dugja ki a feleségemet! A házi asszonyt kidugom! Pak! Ha már ide jöttek, ilyen nagy csődülettel álljanak a szavuknak! Az én lányom se akárki lánya! Jól van, bédugom, üljön le! Nincs egy tartalék dugója? Az magának minek kell? Hát, ha kilövöd a valódit, akkor... Na, Gumicsú! Ki van dugva? Puk! Mondja meg nekünk, Gumicsú! Ha egy fiatalember talál egy jóra való, tisztességes, gazdag hajadon, jól teszi-e, ha feleségül veszi? Ha más veszi, jól teszi. Piroska, maga mit gondol? Teréz, szereti-e Bodrogit? Puk! Ha már ki kell mondani az igazat, kimondom, hogy nem szereti. Nem igaz. Teréz, kidugom, mondja meg ő maga. Puk! Csak amikor bennem volt a dugó, akkor mondtam, hogy nem szeretem, mérgemben hazudtam. Így dugó nélkül nagyon szeretem. Na, Zsírmos bácsi, kidugtam magát is. Mondja meg nekünk, hogy mit gondol magában? Na, öreg! Én azt gondolom magamban, hogy maga egy kenetes gazember. Olyan nagy gazember, hogy az örök mécses elalszik, amikor maga bémegy a templomba. Mit mond maga, bém farizeusban? A sírig legyen bédugva! Bodrogi uram, igazmondásra kidugom magát! Puk-puk, na hát gazember vagyok én! Nem gazember. Hát, mondja meg! Nem gazember. Csupán, mint az öreg róka, fondorlattal dolgozik. Ha én most megházasodnám, ki tudnám magának fizetni a házbért. És a házat is el tudna adni nekünk. Ezt gondolja magára. Azt bízza reám is másokra, hogy én mit gondolok magamban. Inkább azt mondja meg, hogy önmagáról mi a véleménye. Magamról se jó, kedves Kósa úr. Sőt, rosszabb, mint magáról. Mert maga, amikor ájtatos és számító fondorlatokban él, nem tagadja meg semmiféle jó tulajdonságát. Nem árul el semmiféle szépet és jót, mert ilyenek nincsenek magában. Én azonban, kedves Kósa úr, nem arra születtem, hogy vásári fazakakat gyártsak, hogy véleményemet és a lelkemet eldugjam, és hogy az álmaimból is sarat csináljak, hanem arra születtem. Tudja mire? Arra, hogy művész legyek. Aki a sárga is lelked lehet, teremtő lelke. Arra születtem, hogy véleményemet a tiszta hitet és a nemes küzdelmet hirdessem. És arra, hogy az álmaimat valósággá váltsam. Hogy ne szégyeljen magam, amikor süt a nap, vagy ott állok a csillagos ég alatt. Akkor miért nem tette azt? Azért, mert a világra hallgattam, mely aranynak hazudott dugójával bédugott engem. Azért, mert hasonlítani akartam az olyan emberekhez, mint maga, és mert hitványbarátokat tartottam. Dugja meg! Azért, mert bálványimádó lettem, mint maga. Bálványimádó? Hát pogány vagyok én te! Mert tetszik! Maga kérdezem. Na, bédugom! Ha tud, nem állhat, bédugom, nem állhat, hogy nincs magának többet olyan dugója, Kósa úr. A forrás kibudja. Megízleltem, hogy milyen boldogító kimondani nyíltan a szót. Hát akkor mondja ki nyíltan végre a szót, amiért idejöttünk. A vendéglátást köszönöm. A hajadonnak tiszteletem. Nem kéri meg! Nem. Hogy mer így beszélni, a kezemben van a madany nyakamat? A hópehek is mernek fehérek lenni és hullani. És a hold is milyen bátran világít. Hát, ilyen még nem volt. Hát nem is. Én nem is tudom, hogy mit csináljak. Jöjjön velem, páncsom, kókány! Na, jöjjön! Bodrogi úr! Megjött Bogyó az angyali szellem! Isten hozta! Jó estét kívánok mindenkinek! Te honnét kerülsz ide? Az
arkangyal patikustól. Az éjjeli úton végig egyedül jöttem. És onnét miért jöttél el a patikustól az éjjeli úton? A tisztesség mondta, hogy eljöjjek, de rögtön. Nem értem! A patikus úrnak van egy fia, úgy hívják Elemér. Amikor ma este ketten voltunk otthon, ő tajtékozva le akart engem szakítani. Azt mondta nekem, most válasz, mert vagy meghalunk mind a ketten, vagy pedig... Tetszik tudni. Azt akart, hogy a kedvese légy. Aztán. És te nem akartál. Nem, mert senki sem kívánhatja tőlem, hogy aztán szégyeljem magam, amikor süt a nap, vagy amikor ott állok a csillagos ég. Ez a beszéd. Hallott a Bodrogi úr? Hallottam. Maga ne hozítson a másárdában, véhered! Ne hallgass! Piroskának van igaza. Nem tudod még? Menjünk innét, Bodrogi úr. Ez az enyém Círnos bácsi. Maga is velünk jön. Ivas lesz. Fazakasinos. Cigány, előre! Fújjad! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Eladlak a pokolba. Mi az vér rózsabokor? Úgy ég ez a tűz, mint a pokolba kívánkoznék. Az előtt években meg se akart, alig akart égni, most meg nem lehet megmaradni mellette. Új év napján ő is új életet kezdett. Jöjjön, nézze ezt meg. Értem, tárcsot csinálnak ennek a nagy árva kancsónak. S gondoltam, legyen ez a kancsó a paradicsom fájának a törzs. Májusban nagy-nagy virágzó almafágakat teszünk bele. Nem olyan lesz akkor, mintha valóban a paradicsom almafája virágozik. Mindenkinek megmagyarázzuk, nehogy valaki tudja, hogy egy óriási kancsó, amiben mi tettünk almafaágakat. Csak hogy én ráfestem a kancsóra Ádámot és Évát. Az egyik oldalra Ádámot, a másikra Évát, ahogy átöledik a fa törzsét és fogják egymás kezét. Látja? Ez lesz az egyik oldala a kancsónak, ezen van Éva, látja? Látom. De én a másik oldalát is látom. Azt még nem csináltam. De én már látom. Hogy? Úgy, hogy Ádám gyanánt a maga képe van rajta, igaz? Igaz. Maga azt honnét tudja? Honnét, hogy amit már megfestett, Éva gyanánt a leánka van, vagy jó? Címos bácsi! Megismerj meg át! Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot, köteles úr! Minek köszönhetjük szíves látogatást? Olvasott egy mesét! Eltalálta, kérem szépen. Olvastam. És szerepelt, kérem szépen, abban a mesében egy szegény hivatalnok. Annak a szegény hivatalnoknak volt egy eszes, okos, tehetséges jó barátja. Egy művész. Történt, kérem szépen, hogy ez a jó barát gazdag mennyasszony szerzett magának, hogy véle megházasodjék. A szegény hivatalnok nem tudta, hogy ilyenkor mit kell tennie. Éppen ezért elment a bölcs kádihoz, hogy tőle tanácsot kérjen. A bölcs kádi pedig azt mondta, menj el, látogasd meg és tiszteld a te jó barátodat, akinek immár két esze vagyon. Nevezetesen az egyik, ami eddig is megvolt, a másik pedig a gazdag mennyasszony. A művész pedig így válaszolt az ő barátjának. Aranyból való és dicső barátom. Mivel, hogy én nekem amúgy is van egy eszem, neked adom az én gazdag mennyasszonyomat, hogy legalább egy eszed neked is legyen. Boldog új évet! Három nap! Micsoda három nap? Álberezünk! Csak három nap! Na, mit szól hozzá? Többet, amíg él, mesét nem fog olvasni. Hát árverezzenek! Itt van mind az egész szemét! Legalább nem fogom látni őket. Pocsék, portéka. Ki csinálta ezt, Círmos bácsi? Bodrogi Antal. Ezt én csináltam. Elfelejt, hogy a fazakok listára vannak véve. Immár nem a miénk. A maga földre elegeti őket, minket bézárnak. Maga mióta lett ilyen nyúlszív? Ember, öreg arkangyal. Lefagytak az éjjel a szárnya és a tüzes kardot a hóba dobta. Elfelejtett, hogy az est a tengold alatt a csillagokkal kötöttünk szövetséget. Maga a világ egyik féléről a másikra ment, de mind a kettőről könnyen lehull az ember. S aztán a csillag lehull sziporkázva, de a tök nem. Mi akar lenni? Tök vagy csillag? Ember. Szépen felelt öreg honfoglaló. Emberek leszünk. Szókimondó. Meg nem alkuló ember. De ezeket itt ne lássa. Mert valahányszor oda nézek, úgy hallom, mintha nyávognák.
Nem énekelnek, érti? Hanem nyávul. Ne nézzen oda! Jól esik szívünknek! Jól esik szívünknek, s a lelkünket is öröm tölti el, hogy boldog reménységben érhettük meg új esztendő napját. Adja a mindenható, hogy ennek az ígéretes új esztendőnek minden egyes napját jó egészségben, hasznos munkában és tiszta szeretetben tölthessük mindnyájan, de különösen a főnök úr, akinek az összes alkalmazottak nevében ezennel boldog új évet kívánunk. Na, csókolja meg! Igenis! Szirmos bácsi, mióta nem volt virág ebben a házban? Világ teremtése óta. Amióta itt lakunk, nem volt. Nem volt, nem? Köszönöm, Bogyó. Szívesen. Hát igen. A főnök úr már kapott virágot. Hát Bodrog Jantal, mikor kap Bogyó? Halljanak oda! Hát most magámas úr! Így megfeledkezett a rendes lányoktól? Elfelejtette az úr szokás? Maga hosszabb ideig volt legény, mint én. Most is az. Az hát! Ezt a lányát is kicsókolta meg először, én? Nem maga csak szavar szólókor, meg nem alkóvó csillag. Csillag? Tök! Tök! Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot, Mihály! Bodrogi úrhoz jöttem. Tessék! Boldog új esztendőt kívánok! Szép húgomban kit tisztelhetek? A jövőt! Üljön le, Mihály! Na aztán, ha bajba lesztek, kiáltsanak! Itt baj nem lesz, sőt, ellenkezőre! Azért jövök Bodrogi úrhoz, hogy a fuvardíjat, amivel nekem tartozom, köszönettel megkapta. Amivel én tartoztam magán? Azt mind megkaptam. Cilmos bácsi? Igen. Hallja? Mihály a fuvardíját megkap. Ha mivel tartoztunk? Mindig becsületes emberek voltunk. Tud maga erről? Ahogy az önnék, tartoztunk neki. Tudom, hogy tartoztunk, de hogy megadtuk. Tud maga arról? Ki mondta, hogy megadtuk? Itt Mihály, ő maga. Én nem azt mondtam, hogy megadták. Én csak azt mondtam, hogy megkaptam. Na látja. Az magának nem minden. Hát van a minden? Itt valaki más nyelven vesz. Aki a fuvardíját megadta. De ki adta meg? Így szép a világ, Bodrogi úr. Aztán, ha szekeres kell, én meg vagyok máskor is. Adjon Isten! Adjon Isten! Öt. Na! Mi a? Gyász lepel! Ki halt? A fazakak! Na, Bogyó! Maga nem bolondul itt meg Cirmos bácsi mellett? Ó, mi találunk ketten, Cirmos bácsi és én. Mert én is bolondos vagyok, s ő is. De van nekünk egy óriási nagy szerencség, mégpedig az, hogy itt van mellettünk egy igazi, meggondolt, bölcs ember, akinek az esze nem jár soha az ágak hegyén, akinek a fazakai nem nyávognak, és aki nem mással csókoltatja meg, hanem maga csókolja meg a kedvesét. A kedvesét? Maga ne settenkedjék itt a paradicsom katujában, hanem azt mondja meg, honnét fizette meg a 20 forintot. A pokolba jussak, ha én fizettem meg. Na induljon, rögtös, derítsek ki! Okos gyermek. Az a virág okos? Az is. Miért kérem? Azért, mert együtt jártunk iskolába. Bogyó, emlékszik arra, amikor először találkoztunk János napján? Hát hogy ne, amikor maga azt mondta Cirmos bácsinak, hát menedék helyett egy lakásomnak, takarít csak innét ezt a lányt. Én mondtam ilyet? Nem jut eszibe? Ne. Akár, hogy töröm a fejet? Ne. Na látja, milyen buta vagyok. Hála Istennek. Hogy buta vagy? Hogy nem emlékszik. De arra emlékszem, hogy maga előtt egyszerre kinyílott bennem a szó. És vallottam magának. És milyen jól esett megvallani, hogy én vásári ember lettem, és kiraboltam magam, mint egy tollal. Na mi az meg lehet? Miért szomorodott így el? Akkor szerettem volna segíteni magának. De nem tudtam. Hát segíteni. Amikor rám nézett tiszta szemekkel, és azt mondta nekem, egyszer még eljöhet a csoda.
de azt is milyen angyali bíztatással mondt, hogy kezdjem újra az életemet. Hát újra kezdtem. És maga most is itt van, és itt is marad. Tudom, inas vagyok. Mi akar lenni? Legalább segéd. Nyomon vagyok! Nyomon vagyok! Na az eredmény! Valaki a fuvort miatt kifizette! De ki? Azt még nem tudom. Na látja? Ha elmegy, így jön haza. Ha itthon van, így megy el. Pillangót fogunk egész nap. Ezzel töltöm az életem. Ne ezzel töltse, hanem menjen el a gyűlésre. Miféle gyűlés? A szakszent fazakasok gyűlésére. Úgy beszél, mintha nem tudna, hogy mi történt a tegnap este. Mintha nem tudna, hogy a mai nappal ez is megváltozott. Hát ha megváltozott, mondja meg nekik helyben a szemükbe. Legyen meg ne markóval, szól kimondó. Hisz nincs nagyobb boldogság, mint nyíltan kimondani a szót. Igaza van. Meg kell mondani neki. Úgy, ahogy van. Okosan! Nem adná ide a fejét. Magának úgy se kell. Ikreket akar, előbb házasodjék meg! Muszáj így beszélni vele, kicsit apásan. De hát, ha nem szeretném, nem csinálnám. Miért szereti? Hát azért, mert ő. És maga miért szereti? Na, nem felel. Az enyém más. Más, más, de szereti? És ő engem mit gondol? Nem szólt magának erről semmi? Erről nem. Hát miről? Hogy emlékszene, amikor először találkoztunk, karácsony harmadnapján, amikor beszélt nekem az ön keserű bánatáról, hogy vásárolj emberre, hogy én akkor milyen nagyot segítettem rajta, mert ránéztem tiszta szemekkel, és azt mondtam neki, tiszta szemekkel. No, no, no. Mi baj? Nem szabad sírni. Egy ilyen nagy leány, akit úgy szeretnek. Na, gyorsan, ki kell húzni a tövis, ki kell vaddani, értanatok. Éppen az volt a baj, hogy nem mondtam ki nyíltan, ami igaz volt. Megalkottam, hogy meg tudjak élni. Számításból hamisat szóltam, s úgy is cselekedtem. Ennyi az egész? Hát ez magának nem elég. Nekem elég, de egy leánytól kevés. Akkor nem vagyok rossz. Nem akarom megbántani, de az az érzésem, hogy nem. De hát mit csinál tulajdonképpen? Azon a János napon, amikor én ide bejöttem a szobába, és azt mondtam magának, hogy engem dugjon el, mert üldöznek. Pedig engem akkor nem is üldöztek, hanem számításból jöttem. Hogy kémleljek ki mindent, főleg, hogy Teréz nénémet dicsérjem, és hogy Bodrogi urat feléje fordítsam. Érdekes. Nekem is tetszett, amíg Bodrogi urat meg nem láttam. De amikor őt megláttam, egy kicsit megzavarodtam. Ugyanis akkor már azt szerettem volna, hogy ne Teréz nénémet vegye el, hanem... Hát? Hanem akit megszeret. És maga mégis azt jelentette ki, mint angyali szellem, hogy Bodrogi úr kérje meg Babi Teréz hajadonnak a kezét. Mondom, hogy maga nem rossz. Igen, mert gondoltam, hogy ha Bodrogi úr eljön hozzánk szilveszter este, legalább én is látni fogom őt. Igen, de azok a gonosz asszonyok túl jártak a maga eszén? Nem jártak túl. Hát hogy nem? Elküldték szolgálni a városba. Igen, de én a szükséges időbe hazajöttem. És a patikus fia sem volt igaz? Csak Bodrogi urat vágyakoztam látni. Ugye nem vagyok hamis? Ennél valódibbat én Leánban még sose lát. Én senkinek rosszat nem tettem. Én csak a szívemnek akartam egy kicsit kedvezni, hogy azt a szép, tiszta érzést, ami bennem van, azt valahogyan napfényre hozzam. Jól van, fiacskám. Jól van. Majd segítek én napfényre hozni azt a szép, tiszta igazságot. Ha már annyira szeretni ezt a mi úrunkat. Úgy szeretem, hogy meg sem merte neki mondani az igazat. De most, amikor hazajön, én elmondok neki is mindent. Egy szót se? Neki egy szót se? Igen, de én is olyan akarok lenni, amilyen ő. Szókimondó. Ne legyen, ne legyen. Hármas közül elég egy szókimondó. Másik kettő arra kell, hogy el tudja tűrni azt az egyet. Hát akkor mit csinál? Mit? Tavasz! Háj, tavasz! Jó
jól esik szívemnek, s a lelkemet is öröm tölti el, hogy mégsem szoktam el a rendes lányoktól, melynek bizonyságául íme tessék. Köszönöm szépen. Jól van, jól van! Megmondta a fazakasodnak? Meg én. De és mit szóltam? Tátottam. Aztán éljen eztek, én meg eljön. Éljen eztek hát, mert egy fazakason kevesebb lett. Jó napot kívánok! Boldog új évet! Viszont! Bocsáss meg, hogy a tegnap este megbántottalak. Jaj, javadat akartam. De belátom, hogy neked volt igaza. Igazad volt, mert így mindenki jobban megbecsül. Én is. Amint hallom, nem lesz árverezés. Ez Fétes maga honnan tudja? Mondja! Eddig sötétségben éltem, nem ismertelek meg. Most kivirradt Isten veled. Eldobod a barátodat! Isten veled! Fukadj meg! Jó napot kívánok! Eddig sötétben éltünk, nem ismertük egymást, most már kivírat Isten önnel! Meghalt, vidéken van eltemetve. Nyugodjék békében. Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Küldöttségbe jöttünk Bodrogi úrhoz. Tessék! Tisztelt fűvész úr! A helyféri fazekasi par! Tisztelt fűvész úr! A helyféri fazekasi par munká lói! Összegyűlvén hagyomány, hogy évi gyűlésük lesz ott meghal, Gatván. A művész úr elevenés lő szinte szándékát, egyhangú határozatot kívántunk hozni ebben a tekintetben ezen. Ebben a tekintetben. Ezen egyhangú határozattal megválasztottuk önt. Örökös tiszteleti taglak! Éjjel! Nem most! Egyben pedig a közóhajtásnak teszünk eleget, amikor arra kérjük, hogy minden vasárnap délután művészi tudásával oktasson minket, mert országunknak is érdeke, hogy a tisztesipar szebbé fejlődjék! Szebbé fejlődjék. Végezetül megköszönjük a lelkesítő példával előttünk elindult, mely alkalomból az Isten értesse sokáig most! Köszönöm a megtisztelő emberi szavakat, ami szép és jó, arra én mindenkit szívesen. Kedves egészség! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
Na, öreg lepkefogó! Hát helyes a szókimondó egyenes beszél. Jótól kérdi. Ugye, hogy helyes? Ember, fazakasok szentje. Ki volt, aki a nyomasztó múltba, és megmondta magának, hogy nem a sáros úton kell haladni, hanem a virágos úton. No, ki volt az a vén lepkefogó? Maga volt. Helyeset járt nekem szót fogadni. Helyes, helyes. Na, akkor a felelgetésével ne engem nyomorgasson, hanem bogó. S hát bogy, maga ehhez mit szó? Én úgy szeretem Cirmos bácsit, hogy tessék inkább engem nyomorgatni. Hát akkor Isten magával, öreg. Isten magával. Boldog új esztendőt kívánok, Bodrogi úr. Magának is, Cirmos bácsi. Köszönöm szépen. S magának ugyancsak, kedves kislány. Kósa úrnak is kívánunk minden jót mind a hárnak. Köszönöm. Tessék, foglaljon helyet. Köszönöm. Ja, jól esik leülni, hiába ma telik az idő. Nekem is jól esik, Kósa úr. Hát magának is tenni. De magának még van miből, nekem azonban már. Ugye, Cirmos bácsi? Én adok az enyémből, Kósa úr. Jobb lesz, ha megtartja. Magának több öröme telik ebből a világban. Az örömemből is adok. Nagy adakozó kedviben van, de hát sokan vagyunk így manapság, mint Bodrogi úr is tegnap este Babi égnál. Ha már ezt felemlíti, Kósa úr, valamit meg szeretnék mondani. Na tessék, üljön le, kicsi húga. Szép gyermek. Idehoztuk, és most már itt is marad. Na tessék, mondj el, amit akar. Hát ami a lényeges belül az, hogy az álmaimat eladtam. Sám bár okos számításból tettem, a végén mégis utolsó koltus lettem, aki mindenkinek tartozott, de önmagának a legtöbb. Hát tudom. És már azon az úton voltam a maga segítségével, hogy a tegnap este a testemet és a lelkemet is eladom. Ja, tudom, tudom. De én már ezután csak azt csinálom, amit igazán érzek és gondolok. Ebben a percben pedig úgy érzem, hogy magától bocsánatot kell kérnem, ha az este valamivel megbántottam volna. Gondolni pedig azt gondolom, hogy zokszó nélkül elmegyünk a házából, hogyha a házbér miatt, vagy bármi egyébnél fogva így akar. Maga nem ismer engem. De én sem ismertem magam. Úgy éltem, ahogy szokás, de a sors titkokat rejteget az ember számára, az élet váratlan fordulatokat. Megyünk az utcán, megbotlunk egy nagy kőbe, s tán ott a váratlan fordulat. Vagy esetleg meghallunk egy szót. Hát én meghallottam egy szót. Egy szó. Egyetlen szó tette velem azt, amit én most panaszlom. Nem szabad nekünk is megtudni ezt. De rosszul mondom, hogy panaszlom. Nem panaszlom, én csak elgondolom, hogy milyen hívságos életet éltem én. Gyűjtöttem a pénzt, örömet lelvén a vagyomban. Csekének mondható, ami jót másokkal tettem, sőt, magamról is megfeledkeztem, ha azt tekintem, ami az emberben nem múlandó. Csak ugyan nem ismertem magát, Kósa úr. Hát most ismer. De mivel mégis emberek vagyunk, amíg testet hordunk, szabad legyen nekem valamit emberi módon tenni. Természetes, Kósa úr. Hát akkor legyen természetes, Bodrogi úr, hogy mától kezdve maga nekem házbért nem fizet, mert ez a ház a magáé. Ja Istenem! Dolgozni fogok, ahogy álmaimban akartam, és elrendezek mindent, amivel tartoztam. Semmi egyébben ne jutalmazzon el. A földi jutalom nem jutalom, Bodrogi úr, de amit én kaptam magától, az jutalommá vált öreg napjaimban. Tőlem? Mit kapott tőlem? Egy szót. Milyen szó? Bálványimádó. Mondtam. S igaza volt. Akkor. Akkor, most már nincs igaza. És ezt magának köszönöm. Köszönöm. Lehet, hogy nekem is meg kellene változnom. Magának még? Hogy ismét olyan vizám legyek, mint az előtt. Üldözött vagyok, dugjon el! Ki üldözöz ilyen tavaszi madár a téged? Előbb dugjon el gyorsan, mert az életemmel játszom! Hová dugjam, hová dugjam! Ebben mi van? Abban, álom, s egy kicsi virág! Jöjjön ide hamar! Igenis! Ölelje meg a gyerekem! Igenis! S tegyen bele a kancsóba! Igenis! Itt jó lesz, kitűnő jó lesz! Bogyó? Bogyó hol van? Elment valahogy kikutassa, hogy a fuvardiat kifizette ki. Hát Kósa úr! Hajának az, hogy ez nekem nem jutott az eszembe. Hát, hogy magának nem jutott az eszébe, azon nem csodálkozom. De hogy Bogyónak sem, ezen álmodnom kell.
Tudja, milyen okos lány? Milyen üdítős, kedves. No. Mit néz úgy, Vény Kolumb bácsi? Az előbb maga csodálkozott, most én ámulok. Ugyan miért? Hogy maga így vigasztal egy leány. Nem egy lány, hanem bogyó. Egyszer még azt is hallom, hogy szereti. Nem egyszer, hanem most. Na, nyissa ki a fülét. Igen. Szeretem bogyót. Mit tetszik mondani? Feleségül veszi bogyót? Ezzel nem lehet tréfálni még magának sem. Hát nem azt akartam mondani. De igen, azt. Ó, de vajon mit szól hozzá a szellem? Hát, ha kíváncsi. Hát, ha kíváncsi, kérdezze meg. Angyali szellem! Jelen vagy-e? Jelen! Angyali szellem, mondd meg nekünk, hogy Bodogi Antal feleségül vegye el bogyót. Igen! És mikor, kedves angyali szellem? Késedelem nélkül! Angyali szellem, óhajtasz még valamit mondani nekünk, tanítvál minket? Igen! Áhítatott csendben várjuk szavaidat! Mit fejembe vettem, azt én végbe vittem. Szerető szívemnek hűtársat szereztem. Öreg és fiatal ebből mind tanulva. Te pedig virágom, kedvesemre hullhatsz.